Móri Zsigmond, Boldog karácsonyt. Karácsony, az ember gyermekké lesz újra. Gyermek lenni, boldog lenni. Megelégedett, mert nincs több vágya, csak elérhető. Vannak boldogtalan gyermekek, de azok betegek. Az egészséges gyermek élethullámának csúcsa a karácsony. Már az én apám olyan szegény ember volt, hogy kívánni se lehetett különbet, de a karácsony az olyan boldog volt, hogy festeni se lehet olyat. Egy karácsonyon az volt a legnagyszerűbb, hogy zöld fűnőtt a szobában, a fal tövén. Hosszan felnyurgult, valami bokorhajtása lehetett. Ahogy mi azt ápolgattuk, dédelgettük, az egész család szemefénye volt. Nem mondta arra senki, hogy rettenetes, hogy talajvizes ház egészségtelen. Édesanyám tompát idézte, és derűs mosolyával mondta el, hogy dicsekedett el a költő, hogy a líceum az ágy alatt kihajt. Én csak arra emlékszem, mint legfőbb csodára, hogy micsoda minden pillanatot betöltő boldogság volt az, hogy mi heten voltunk testvérek. Ennél nagyobb gazdagságot semmiféle kincs nem adhat a gyermeki szívnek, mint az, hogy heten vagyunk, uram, heten. Egy szobában, egymás örömére és szórakozására. El se tudom képzelni, hogy él a gyerek, ha nincs testvére. A gyereknek folyton társaság kell. Ha más nincs az anyja, apja nyakán nyüglődik, s mivel a felnőtt, még a majom szeretettel imádja is a gyereket, mégiscsak idegen, más az anyaga, az összetétele és mások a minden pillanatát lefoglaló gondjai, gondolatai. Kénytelen a gyerekét folyton lerázni magáról. De ahogy a gyerekek egymás után jönnek, valósággal megérkeznek, beleszületnek abba a lakásba és elfoglalják az őket megillető helyet a társaságban, először még mint kis csomag, aztán egyre több mulatságot okozva ujjacskáival és lábacskáival, ahogy a nagyobbaknak s mind nagyobbaknak végig produkálja ugyanazokat a produkciókat, ahogy meg akarják enni saját lábuk ujját, s ezzel megszerzik a jelenlétel jussát és szerepét egész odáig, hogy a végén haditárs, terveknek osztályosa, a felnőttekkel, szülőkkel, idegenekkel szemben szövetséges, s a lelki élet fejlődésében tényező lesz valamennyi egymás számára. Sőt, a korcsoportok szerint valósággal társadalmi rétegződésé alakulnak, mert a felnőtt gyerekek külön válnak, külön szerveződnek a kicsikkel szemben, s a kicsik megint maguk közt alkotnak megértő kotteriákat. S ahol oly sok gyerek van, mint mi voltunk, heten, s ha a két idő előtt meghaltat is számítom, aki kísértetükkel részben beleszóltak a lánc fejlődésébe, részben kiszakadásukkal ők okoztak ilyen korcsoporti egységet, szóval a kilenc gyerek már valósággal egy egész társadalom életét megjátsza a családon belül. Elmegy ez a lovagiasság koráig. Van egy barátom, aki mesélte, hogy folyt le az anyjuk szeme láttára a párbaj, Lovassági pisztolyokkal egy lányért az udvarukon. Még ez is a család fehéren izzó bensőséges életét világítja meg. Jaj azoknak a gyerekeknek, akik magukban voltak kénytelenek az életet megkezdeni. Idegenektől, osztálytársaktól tanulták meg az érintkezés, a verseny, a harc és a barátság összes fogásait. Mi ezt mind ott éltük át a karácsony édes fénye alatt. Azt mondta egy kisöcsém, s ezt az anyám haláláig nem felejtette el. Édesanyám, a mi gyerekünk szebben sír, mint a másé. Meg vagyok győződve felőle, hogy az édesanyám sok éjeli, nappali munkáért volt bőségesen kifizetve ebben a naív megjegyzéssel. Pedig ebben is az van benne, ami a közösségi, fai, nemzeti együttesnek a titka, hogy az összeszokottság megszépíti a jelenlételt. Nincs szebb, mint a nyelv, amit együtt tanul meg az ember a testvéreivel. Nincs jobb, mint az az étel, ami egy tálon harcol meg, kinek jusson több belőle. Nincs édesebb, mint az a büszkeség, amit a szülők szívén át szív magába az ember. Nem értem, hogy az emberek még nem jöttek rá erre a legboldogítóbb érzésre a sok gyermek mindennél elbűvölőbb együtttartásának örömére. Én megértem, mondja a főorvos nyugodtan, mint aki sok-sok vitán ment át már e kérdés fölött. Megértem gazdasági okokból, megértem társadalmi, megértem hivatás jellegű okokból. Nekem nyolc fiú testvérem volt, és apámnak tizenhat testvére. Mind felnőtt, és mi nyolcan lettünk huszártisztek a világháborúban. De ha a nagyapámnál névnap volt, száznégy terítéket tettek fel. Hol lehetne ma annyi kenyér, zsír és más jegyet szerezni ilyen családi napok számára? Aztán a mai nők maguk mennek hivatást vállalni. Nem borzasztó, hogy az ápolónőm két kisgyermeke a kerítéshez jár, és onnan kiabál be, hogy anyuka, gyere haza! egyáltalán megértem, hogy az emberiség olyan arányban való szaporodása valóban nem állana arányban a termelő kultúra fejlődésével. Beteg vagyok. Nem mondok ellen. Kivált az orvosomnak. Örülök, hogy ilyen szép szobákat építenek már a kórháznak. Egy fal egészen ablak, a többi enyhe halvány csempe, a mennyezet hófehér. Az ember feje megnyugszik, és kipiheni magát annyi vita és fáradtság után. Örülök, hogy az emberiség gigantikus küzdelmének tanúja vagyok. A nagy egységek kialakulásának korát megértem. Hiszek benne, hogy most 500 évre vagy ezerre osztja el az emberiség maga közt a mezőt. S hiszem, hogy ezt a mezőt jobban fogja felhasználni, mint a mi időnkben, a tökéletes káosz korszakában. Már most is bámulatos dolgok vannak. Valósággal rohamot indított az emberiség a népnyomor ellen. Évi 300 millió nép és családvédelemre. Már kezdetnek is szép. Ezer millió a földművelés fejlesztésére. Már háború derekán a békeművek indulnak el. Eddig semmi másra nem volt az államoknak pénzük, csak a háború előkészületeire. Micsoda nyugalom lesz, ha nem kell háborúra fegyverkezni, ha nem lesz 38 vámhatár Európában, s az emberiség minden erejét a mindenek sorsának tökéletesítésére fogja fordítani. Akkor majd azt a legnagyobb örömet is revízió alá vehetik, hogy karácsonykor minden karácsonyfa körül ne egy kis árva imbolyogjon, hanem hét, egészséges, virgonc, erős, boldog kölyök tomboljon. Boldog karácsony! Híd 1941. December 23.